Én is üdvözlök mindenki szóljuk, ezt mint láthatjátok a The Witcher-nek a harmadik része és a Heart of Stone nevezetű DLC-s mellékületéses mindenségességgel fogunk most játszogatni erőteljesen. Ismételten ugyanúgy, mint a fő sztoriban, tehát a Wild Hunt-ban, ismételten blind fokozaton fogjuk végigcsinálni, tehát igazából én fogom blind fokozaton végigcsinálni, úgyhogy rohadtul nem tudok semmit se. És igazából csak annyit nézegettem meg, hogy ugye feltelepítettem a játékot, egy kicsit belenéztem a mentett állásokba, hogy mi hogyan hány méter, de semmit nem tudok a küldetésekről, meg tényleg semmit nem néztem, úgyhogy ez lesz. Hangilag jelenleg így vagyunk, és ugye a magyar nyelvet ugye visszaállítottam, illetve van nekem ilyen letölthető tartalmaim, gyakorlatilag minden telepítve van úgy, ahogy van. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez majd segíteni nékem, vagy mennyire fog nem segíteni nékem, mennyire fogom ezeket majd kihasználni. Nos, sokat gondolkodtam, mert hogyha bementek ide az új játékba, akkor ugye megkérdezi a játék, hogy először is a Wild Hunt nevezetű nagy, tehát hogy a fő sztorival akarsz játszani, vagy csak a Heart of Stone-nal. Na most, hogyha csak a Heart of Stone-nal játszasz, akkor a fő történet küldetései le lesznek tiltva. Geralt felszerelése és szintje megfelel a Heart of Stone kiegészítő küldetésének. Na most én ezt megnéztem, és Geralt megkapja a fő sztorinak ugye a legelső páncélzatát, ami ugye rajta van, de nem egyes szintűt kap, hanem 30-as szintűt, és 32. szinten van. De igazából én úgy vagyok vele, hogy mivel ez a történet, hogyha jól emlékszem, akkor a fő sztori után játszódik mindenképpen. És nekem ugye van egy mentésem, hát akkor miért ne használjuk ki a mentést, úgyhogy váljunk is bele szerintem. Rányomunk szépen a folytatásra, aztán elvileg Kaer-Morhen-be fogunk kikötni. Az utolsó mentett állásnál. Bízzunk benne. Na, lényegében ugye megkapom a bónuszokat arra, hogy megcsináltam a főküldetést. Mégpedig azt tudja, hogy a fehér fagy, meg a vadfalka, meg a minden egyébségesség. Illetve jött a játékhoz egy hatalmas nagy patch, ami az 1.0. Pont, nem is tudom mennyi. Na, a gonosz első lágy érintése. Nézd meg a hirdetőtáblát a 7 macska fogadó előtt. Na most ez a Heart of Stone-nak a küldetése. Heart of Stone, köszönjük, hogy megvásároltad a Heart of Stone kiegészítőt, jelenleg aktív küldetésed megváltozott Heart of Stone első küldetésére. De csak akkor javasoljuk ezt a küldetést, ha a karaktered legalább 30. szintű. Jó szorokozást és sok sikert az úton. Na, nem hiszem, akkor a 35. szintű vagyok. Na és betettek egy ilyet, hogy Runa the Grame. A Heart of Stone kiegészítővel játszva találkozhatsz Runa művessel, akit a térképen ez az ikon jelöl. Ez az új mesterember az egyetlen ilyen távoli országból érkezett, és misztikus tudásával jelentősen javíthatja a felszerelésedet. Keresd meg őt, és nézd meg magad, ha nem hiszed. Nya. Akkor... annyi a lényeg az egész történetnek, hogy nekünk vissza kell mennünk ide Novigrad környékére, mert a 7 macska fogadó, az kérlek szépen benneteket, az itt található. Úgyhogy az lesz szerintem, hogy megnézzük az inventorinkat. Teljes mértékben tele vagyok mindennel, amire igazából rohadtul nincs szükségem. Úgyhogy az lesz, hogy én most itt erőteljesen kipakolok. Igen, a másik, ami extra, hogy kaptunk még 2 ilyen zsebet, úgyhogy oda bele lehet pakolni cuccokat. És másik az, hogy most pont nem mutatja. De mindegy, majd megnézzük, hogy akkor melyik gomb mire való. Mert azt tudom, hogy ez az R betű, ezt az R betűvel hozom elő, ezt az F-fel. De hogy ezeket mivel hozom elő, azt erre még egyelőre még nem is néztem, meg nem is akartam még rá villantani. Na, de elsősorban ez lesz a feladatunk, hogy én... speciál... az lesz szerintem, hogy kipakolok mindent, amire rohadtul nincsen szükségem. Ez remek művű, ez meg kiváló. Én a remek művű acélmedvekardot nem tudtam megcsinálni, vagy nem, a kiváló acélmedvekardot nem tudtam megcsinálni, azt hiszem valami miatt, de már nem emlékszem, hogy miért. Na mindegy.
És hogyha jól hallottam a pletykákat, akkor elvileg lesz egy új Witcher set Heart of Stone által, ami állítólag 39. szintig ki fogja tolni tehát 39. szintű lesz a legnagyobb cucca, ha a pletykák igazak. Na most azt akarom megnézni, hogy itt van ez a kis ár, tehát igazából a rúnákat is kicsit ugye átszabták a kinézetüket, tehát amik kicsik, azok ilyen téglalap alakúak lettek. Vagy. Na várjunk csak, nem, a kis cserfog, igen. Szóval a kis árdok, tehát a kis olyan rúnák, amik ugye a jeleimet erősítik, akkor azok négyszögletűek lettek, és a nagy axis, oké, tehát akkor azokat áttizélték, hogy jobban átlátható legyen, oké. Vágj ezt, jó van, látom, és oké, de nagyon jó, királyságosság. Akkor az lesz, hogy a medvekardot azt magamnál tartom, mert hát, hogyha meg tudom csinálni. Meg is nézzük. Köszönöm. Hogy az ezüst. Ó, és oda van írva számmal, hogy mennyit tudok megcsinálni, és hát mennyit ismerek királyságosság. Vagy nem, azt, hogy mennyit tudok megcsinálni, igen. Mit keresek? Szerintem kiváló medve kardot. Nem. Akkor szerint az acél, amit nem tudtam megcsinálni. Miért nem tudtam én az acél medve kardot megcsinálni? És a kiváló acél medve kardot nem tudtam megcsinálni. Azt szerintem nem ismerem azért a receptjét. Ja. Nem ismerem a kiváló összemedvének a receptjét, de miért? De itt van, né? Na várjunk csak egy pillanatot. Volt valami bug. Volt valami bug ennek a izének. Remek mívű. Érdekes. Átnevezték volna őket? A remek mívű volt a legjobb? Fú, de nem emlékszek rá. Az a gond, hogy kicsit régen játszottam a játékkal, hát egy hónappal ezelőtt. Ugye addig vártam a izét, a Heart of Stone-t, hogy megjelenjen. Addig meg ugye szépen lassan ugye pakogattam ki a izéket, a videókat a fő sztoriról. Na mindegy. Na! Gonosz lágy első érintése, a javasolt szint 32, Heart of Stone nevezetű játék. Amikor Geralt később elmesélte a történet, amit a hét macska fogadó hirdető tabájának kezdődött, megemlítette, mennyire vonzotta az a hely, amit valami különös, meghatározhatatlan erő akarná, hogy megjelenjen ott azon a napon. Abban az időpontban. Nem is jutott eszembe a megjegyzésem, amíg meg nem hallottam a mese végét, és rádöbbentem, hogy az eleje nem lehetett véletlen. Hát jó. Karaktert nézzük már meg. Van nekem két pontom. Amit az egyikre rá tudok tenni, az Igni-re. Melyik Igni ez? Ez az Igni? Ez az képességnek a fejlesztése. Köszönöm. Királyságosság. És ez meg ugye a medve páncét erősíti, királyság. Na, nagyon jó. 35 szintű vagyok, igen. Jó, hát én szerintem, srácok, lányok, én kész vagyok teljes mértékben. Most már. DLC ügyileg nagyon készek vagyunk. Meg hát ugye a legjobb befejezést kaptuk ugye meg a fősztoriban. Aki nem látta volna a végigjátszásomat, vagy hát ugye igen a végigjátszásomat, és szeretné még megnézni, az most akkor kicsit csukja be a fülét. Tehát ugye elvileg úgy, nem fogok annyira nagyon spoilerkedni, de ugye elvileg a legjobb befejezést kaptuk meg, úgyhogy olyan happy endes lett a sztori. Úgyhogy já. Aki kíváncsi, az nézze meg a Witcher White Hunt blind fokozatú végigjátszásomat, ami igazából nem végigjátszás, mert nincs bent a nevében, hogy végigjátszás. De 211. részét megnézitek, és ott megláthatjátok már az igaz. A 211. rész az igazából csak a izéről szól, az outro-ról, meg az epilógusról. Ezt mindig elfelejtem, hogy melyik a prológus, vagy az epilógus a izé, az előszó, vagy az utolszó. Szia, Keszeg! Wow. Nem lett volna egyszerűbb, hogyha felhúzzuk a izét? Tehát most értitek? Most be van döntve ez a izé. Nem lenne egyszerűbb, hogyha inkább kinyitnánk a kaput? Most csak 8, nem? Na mindegy.
Ó, gyógynövényszedés ismételten, mekkora királyságos lesz. Na, akkor ki vagyunk pakolva, akkor megyünk szépen a hét macska fogadó környékére. Nem akarok oda menni instant, mert még a végén valamiben belekezdünk, és én előtte körbe szeretnék nézni. Menjünk a búzamezők felől. Nem, az örök tűz kápolnája felől megyünk. Mert mindjárt mutatok nektek valamit, hogy mi történik olyankor, hogyha elindítjátok a játékot, és arra azt választjátok, hogy csak a... tehát, hogy csak a Heart of Stone-nal szeretnétek játszani, és a főköltész szállat meg ugye nem. Akkor valóban az örök tűz kápolnája és a hét macska fogadó közötti útszakaszra fog titeket kidobni. Fönt fogtok ülni keszeggel tehát Geralt az keszegen fog ülni, és ugye a 30. szintű cuccokba fog ugye üldögélni a poripáján, és 32. szintű Witcher lesz. Azt igazából nem néztem meg, hogy hogy milyen pontokat kapott, vagy egyáltalán kapott-e pontokat, és akkor nekünk kéne automatikusan elosztani, de gondolom én, hogy így van. Meg aztán a táskájában is kaptunk egy-két az érdekességet. Ilyen kezdeti. Ott volt T meg az Y. Hirtelen lehetett látni a bal alsó sarokba. Jó van. Még azért megvannak az emlékek. X-el hívjuk ide Keszeget. Amúgy milyen izé van nekem betéve? Trófea? 500% tapasztalati pont szörnyekért. Hát mégis ez tök jó. 348. Ó, ezt meg kellett volna javítani, banyek. Mert ennek kisebb a izéje. Mondjuk van fegyverjavító készletem, úgyhogy az nem nagyon számít. Na mindegy, menjünk akkor. Tehát valóban ide erre az útszakaszra fog a játék így elsősorban ugye kidobni, és akkor innentől kell valahogy elpacigolni a hét macska fogadóig. Vártam már ezt a DLC-t, mert azt mondták, hogy körülbelül 10-12 órás történet lesz pluszba. A másik DLC, ami majd a Blood and Wine, azt hiszem, ugye a Blood and Wine lesz, vagy a Wine and Blood. Nem tudom, most elfelejtettem a nevét, de mindenképpen bor meg vér. Hát azt mondták, hogy hát ott olyan 20 pluszos lesz a sztori, és az a nagyon-nagyon sokat akarnak dolgozni, úgyhogy annak a megjelenési dátuma az elvileg úgy volt, hogy 2016-nak az első felébe fog kijönni. Na most ezt kitolták úgy, hogy tehát az első negyedében, tehát hogy mindenképpen tavasszal akarják kiadni. De most ezt kitolták elég egészen júniusig. Tehát ő lehet, hogy akkor fog megjelenni. A másik az, hogy azt mondták, hogy ez a Heart of Stone nevezető kiegészítő, ezzel baromi sokat izé foglalkoztak, mármint a történetírók, tehát sokkal többet foglalkoztak a történetírók ezzel, mint az egész Wildhunt-tal, úgy ahogy van. És ilyen erre majd kíváncsi leszek. Azt mondja, hogy menjek a hirdető táblához, meg gondolom a hirdető táblánál lesz valami. Gondolom, mit kell fölvennem. Hát jó, hát akkor nekiessünk. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Who writes these notices? Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatching the sewers. If you're interested, drop by the Garren Estate. Ask for Olgaid von Evereck. He's the one ordered this posted. Sounds dry as a stockfish. Na. Rúna, mivel érkezett partjaidra, kontraktus a Szörnycsatornában. Adatik tudatára mindenkinek, hogy Olgaid von Evereck usás jutalmat fizet aranyban. Elég kövekben és megjegyző szerint ingóságokban bárkinek, aki kész alászállni Oxenfurt csatorna rendszerébe, és végez a szörnyeteggel. Mi városunk kutyait fertezi és nagy számban gyilkolja az ártatlanokat, különösen a fiatal leányokat. A kontraktust harcszerzett férfinak, katonának vagy Witchernek való, aki nem riad vissza folytóktól és egyéb csatorna kellemetlenségektől.
további részletek Garin birtokon Novigradtól észak-keletre. Kérdez Olgird von Everek után. Jó. És ez mi ez? Mi a ródbűves? Barátaimnak a világ azon másik feltájáról. Hatalmas tengereket átkelve érkeztem a mesés vidékre, hogy megismerjem a rajta álló állatokat, a benne fakadó növényeket és mindennek felett a földjén élő népeket. Kevés hullámok nyelték el művészeteim kellékeit, de a rúnaműves munkája akkor sem ér véget, ha csak puszta kézzel űzheti mesterségét. Mert vágya felfedezni a világot, megérteni a benne munkáló rejtélyeket. Így hát, ha jó szívvel maradná, és beszélnél egy utazóval a távoli Ophierből, sátramba invitállak, amelyet a Bramwich nevezetű falu környékén álló malom mellett vertem fel. Áldassák a világ, és annak soha véget nem érő születése. Hát jó. Rúnaműves induló költség. Na, ezt megnézzük. Keresd fel a rúnaművest, és tudj meg többet a mesterségről. A gonosz első lágy érintése. Na most ez a rúnaművesre amúgy én kíváncsi vagyok. Úgyhogy ne haragudjatok, de megnézzük ezeket az újfajta cuccokat. Már-e van a mi rúnaműves kollégánk? Wow, azt nézzétek! Itt! De rendesek! Na, betettek egy ilyen funkciót is, hogyha térképen vagy, akkor ugye mutatja, hogy merre kell minden a térképedet. Mekkora király? Ez egy új helyszín? Erre rohadtul nem emlékszem, hogy ez itt lett volna. Pedig kéne rá emlékeznem. Mondjuk ez egy új helyszín. Jövök voltak egy új helyszín. De az igen. Na, az igen. Ja, mert jól emlékszem, akkor itt volt egy olyan pont, hogy azt mondta, hogy forduljak vissza a francba, mert nem fog találni sem. Jó. Szerintem gyors utaznunk kéne. Eléggé messze van a kollega, mind a kettő. Úgyhogy az lesz. A legközelebbire oda megyünk, ami hát igazából ez lenne, de inkább a főúton maradunk. Ezt meglássuk, hogy mi merre hány méter. Áó, bocsánat. Hát jó van, ezt a térkép bugot, azt még. Szerintem ez a térképbug igazából nem a játéknak a hibája, hanem az ugye, hogy közben megy a Fraps, és ezt szerintem teljes mértékben leterhelje a rendszert úgy, ahogy van. Szerintem még így is csoda, hogy én erre megyek. Itt van a főút. Ja, úgyhogy szerintem tehát az, hogy izvék közben veszek fel, és kicsit leterhelje a rendszert, úgyhogy... De amúgy szebb lett a játék egy picivel, meg... Tényleg nincsenek ilyen kis akadások. Én emlékszem, hogy voltak ilyen miniatűr, ilyen észre, tehát szemben nagyon nem is észrevehető, hanem hogyha nagyon-nagyon odafigyelt az ember, akkor így észrevehető, hogy egy picit azért úgy ugrál a kép. Néha napján azért néha egy kicsit így akadozott, hát mondjuk ott is volt egy, de az most lényegtelen. Nem tudom, hogy ez a videóban mennyire adja vissza a téma, de én itt így játékban azért néha napján észreveszem. Az lesz, hogy én lefordulok, mert nagyon érzésem, hogy ott van a Heart of Stone-nak a mellékküldje, úgyhogy jobb is, hogy inkább lefordulunk. Aztán elmenjünk erre. Ja, ez egy teljesen új helyszín, ahogy látom. Hogy ez a tó, ez szerintem rosszul... Oh! 31. szintűnek kerek? Az igen! Na, hadd látom. Nem. Nem. Az igen. Nem szórakozik amúgy a játék, de tényleg, hát? Egy 31. szintű deckerek, miért is, de végül is. Ahogy. Nem, hogy kard eltesz.